Megpróbáltuk kicsit felvázolni a naptáraknak ezt a fejlődését, a történetét, ki áll mögötte, milyen kiadók, nagyon izgalmas és nagyon rávilágít a Szabadka történetének erre a kényes részére is, ugye ez a multikulturális, multinacionalista közeg, amelyik állandó pezsgésben volt, és de itt a kiállított példányoknak csak a borítóját, ha megtekintjük, akkor is árulkodóak a korról, a szokásokról.